Az ENSZ 1994-ben a család nemzetközi napjává nyilvánította május 15-ét, ez ugye holnap lesz. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott, a kezdeményezés a figyelmet a családra, mint a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Így a Kossuth Rádió holnap az egész napot a családnak szenteli. Minden műsorban a legfontosabb közösség kerül a középpontba. A családi életet érintő változatos kérdésekre kaphatunk választ, mint például mi a családfakutatás folyamata, hogyan alakul ki egy fazekas dinasztia, vagy éppen melyek az örökbefogadás szabályai. De jöjjenek további részletek a tematikus holnapi napról, Kata folytatja vendégével. Így van, a Kossuth Rádió csatorna igazgatója, Siklósi Beatrix a vendégem. Szervusz, jó reggelt! A család, mint mondhatjuk azt is, mint a házasság egy intézmény, nagyon-nagyon fontos a mindennapjainkban. De mit gondolsz te a család fontosságáról? Mennyire számít a család? Hát én azt gondolom, hogy ez a társadalmi létezésünknek is, de alapvetően az életünknek is az alfája, omegája. Ha úgy vesszük, hiszen beleszületünk egy családba, és az egy egész életet meghatároz, hogy kik a szüleink, hogyan viselkednek velünk, hogy a különféle generációk hogyan tudnak együtt élni. Tehát olyan impulzusokat kapunk születésünk első pillanatától kezdve, amely nagyon komolyan meghatározza az életünket. Tehát ezért kell ezt nagyon-nagyon komolyan venni, mert sokszor nem gondolunk ebbe így igazán bele, és egy ilyen kaotikus világban, amiben élünk, amikor tényleg az embereket egy kicsit megzavarja ez a nagy szabadság, ami aztán szabadossá válik. Jó bizonyos alapvető dolgokat megerősíteni, így mi ezt is próbáljuk majd holnap a Kossuth Rádióban. Mennyire lehet, vagy milyen iránytű lehet egy család, vagy családban felnőni? Hát az iránytű az, hogy milyen értékrend alapján neveljük a gyerekeinket, mi az, amit megmutatunk nekik, hogyan tudjuk nekik számukra különbséget tenni a között, hogy mi a jó és mi a rossz, ezt is szeretjük ma már összekeverni, és ez is egy ilyen nagy összevisszaságot tud okozni az emberek lelkében és fejében. Tehát igenis fontos az, hogy elmondjuk a jó dolgokat, hogy mi az, ami követendő, mi az, ami fontos egy ember életében, és természetesen a megfelelő fejlődési szakaszokban úgy kell ezt a gyerekek számára elmondani, hogy aztán az később egymásra épüljön. Ez szerintem, és amivel itt már említést is tettetek, a generációk együttélése szerintem, ami manapság sajnos egy kicsit háttérbe szorul, nagyon sokat tudunk egymástól tanulni, fiatalabbak az idősebbektől, gyerekek a szüleiktől, és ez az egység az, ami végül is a társadalmat is jobbá és egységesebbé tudja tenni. Nagyon érdekes felvetés az, hogy egy rádióban, vagy akár egy televízióban hogyan tud megjelenni, akár most a holnapi napot is nézve egy egész műsor folyamban a család, bár azt a nézőknek el kell mondani, hogy tényleg itt mi eleve úgy vagyunk, mint egy nagy család, hiszen úgy éljük itt a munkában is a mindennapjainkat, de effektíve a család hogyan tud egy rádióban megjelenni? Hát a legkülönfélebb módon, a legkülönfélebb műfajú műsorokban, hiszen ha rögtön már a Hajnaltáj című műsort vesszük, egy nagyon érdekes történetet hallhatnak majd a hallgatók, egy pásztor család, pásztor nők élete például. Én életemben ilyenről nem hallottam, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent egy ilyen családban felnőni, vagy egy ilyen munkát, úgymond, vagy hivatást végezni. De ha megyünk tovább, ugye a mi délelőtt című műsorunk, az nagyon aktuális kérdésekkel szokott foglalkozni, és nagyon praktikus kérdésekkel segíteni szeretnénk a hallgatóknak a különböző problémák megoldásában. Itt például szintén már említettétek az örökbefogadás kérdés, ami szintén egy nagyon lényeges dolog, de a generációk együttélése hallható majd. Milyen családtámogatási rendszer van az, amit a politika nyelvéről le tudunk fordítani a hétköznapi emberek nyelvére, mert nem tud mindig mindent a politika megoldani, és ezért szeretnénk tanácsot adni abban, hogy a hétköznapi életben mi egymással hogyan tudunk úgy kommunikálni, hogy ez a lehető legjobb legyen. És hát aztán van egy nagyon fontos része majd a délelőtti műsorunknak, ez a családfa kutatás. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos és érdekes kérdés, már csak azért is, mert az emberek akkor kapnak magabiztosságot, mindenki, ha tudja, hogy honnan jött, hogy mik a gyökerei
általában azok az emberek, akik csak úgy lógnak a levegőben, azok igazándiból egy bizonytalanságban élnek. De amikor tudom, hogy ki volt a nagyapám, a dédapám, az ősapám, akkor az azért ad valamiféle tartást az embereknek. És ezért tartjuk most fontosnak a családfakutatás kérdését is. De hát, ahogy itt korábban beszélgettünk mi ketten, mielőtt elindult a műsor, szeretnénk megkérdezni az embereket, szeretnénk bevonni. Igen, hogy hogyan tudnak részt venni ebben, mert mindig az a fontos, amikor ők igen, maguk is azt érzik, hogy részesei. Igényük is van rá, Kata, igényük is van arra, hogy részt vegyenek egy ilyen párbeszédben. Nem mi vagyunk csak az okosak, meg a mi szakértőink, akik megmondják a tutit. Igenis, arról szól a történet, hogy ők is elmondhatják a családi legendáriumos történeteiket, ezért várunk is, én hoztam egy kis puskát, hogy mi az a telefonszám, ami még hívhatnak minket, és elmondhatják ezeket a történeteket. A 061 vagy a 30-as mobillal 759 60 80-as telefonszámon még várjuk ezeket a történeteket, illetve van nekünk egy nagyon jó beszélgetős műsorunk délután, a Jó Napot Magyarország, és ott elmondhatják így élőben, telefonon keresztül is a véleményüket a hallgatók. Ez már ugye a második év ebben a tematikus napban. Mi a jövőbeni terv? Hát nézd, amikor tavaly ezt kitaláltuk, akkor arra gondoltunk, hogy próbáljunk hagyományt teremteni azzal, hogy minden évben megemlékezünk, ha lehet így mondani, vagy legalábbis beszélünk a család fontosságáról, és hát a közmédia általában foglalkozik nagyon sok műsorában ezzel a témával, de szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon meghatározó téma abból a szempontból, hogy tényleg megerősítsük az emberekben azt, hogy mi a fontos, mi a kevésbé fontos, és meggyőződésünk, hogy a család, egy jó család, az egy nagyon fontos lételeme az életünknek. És csak egy kulisszatitok a végére, hogy hogyan készülnek erre a kollégák? Ez mindig tudod, amikor ilyen kérdésekről van, hiszen mindenkinek családja van, családban él, tehát picit mindenki behozza a saját maga tapasztalatát, a saját maga életét is, és ettől ez mindig egy színesebb nappá válik, mint amikor a hétköznapi műsorokat csináljuk. Úgyhogy szerintem érdemes lesz kora reggeltől, ha megtehetik a kedves nézők, és éppen nem az M1-et nézik, megtehetik azt, hogy hallgatják a rádiót, akkor késő estig a család témájával találkozhatnak. Remélem, hogy sokan fognak oda kapcsolni. Siklósi Beatrix, köszönöm, hogy itt voltál velünk.